Veszed meg a legújabb termékeket! Vadonatúj mintával ellátott Owen McKendrick termékek a videósbolt.hu oldalon. Sziasztok, az én nevem Wow! És ez itt a Five Nights at Freddy's Sister Location Unreal Engine-nel. Ugye, aki nem látta a Sister Location végigjátszásomat, az menjen most gyorsan a csatornára. A keresőbe egyéb a Sister Location végigjátszás Five Nights at Freddy's, és nézzétek végig! Elég régen volt már, azt meg kell hagyni. Most viszont küldtétek nekem e-mailben, hogy Owen, már régen kijött a Sister Location-nek az Unreal Engine változata, amikor újra alkották. Igaz, még csak demo volt, olvashatjátok is. De én elkezdem, jó? Apa, miért nem engedsz játszani vele? Mert nem engedlek vele játszani. Oh, hello. Wow. Or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be. Ja, most vagyok a liftbe. Ugye a Sister Location így kezdődik, hogy a liftben vagyok. Aha. És akkor itt tudok mozogni, tök jó. Aha, van lámpám is, meg minden, és most megyek lefele, úgymond a laboratóriumba. Ugye még egyszer mondom, aki nem ismerné a Sister Location végigjátszást, magát a játékot, nézzétek végig, meg fogjátok érteni. Most éppen a lap... Igen, be kell írnom a nevemet. Oké, beírom. De nem tudom beírni, mert... El van romolva. Ex-Benedict, nem ez a nevem, hanem Owen McKendrick, köszönöm szépen. Tökre bejön amúgy. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Mindig is szeretem az Unreal Engine-nel csinálják a dolgokat. Nagyon durva, remélem be fogják amúgy fejezni, mert több mint egy éves ez a demo, és még nincs befejezve, de attól függetlenül olyan jó lenne. Nézzétek, itt van balóra. Dance. Hoppá, megérkeztem! You can now open the elevator using that bright red and obvious. Aha, enter. Aha. Let's get to work. Oké, akkor enterre tudom kinyitni az ajtót. Oh yeah, kinyitottam. Let's go, my friend! Kontrollral pedig be kell úgymond googolnom a szelőző nyírásba. Kaction. Ajaj, emlékben! Én azt nem értettem egyébként soha, egyébként most ez csak egy ilyen fun fact-ként mondom, hogy amikor a Sister Location-en játszottam, akkor miért ilyen szelőző nyírásokba kellett átmennem egyik helyről a másikba. Ugye van ez a laboratórium, ahol ugye ez az egész rendszer működik, és ugye az animatronikok itt fejlesztik, tehát itt nézik meg úgymond, hogy mozognak, itt gyártják őket, és itt tulajdonképpen itt lesznek a problémák, de egyébként tök jól néz ki minden, tehát ez tetszik. Ez bejön nekem! Ez tetszik, jó, menjünk akkor be, Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Oh, shoot it! Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the story was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Like most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day. And it's your job to get the robots back in proper working order before the following. Most mondja, hogy az én feladatom ugye a robotokat helyrehozni, a robotokat beállítani kezdő pozícióba. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. Itt vagyok a szobába. Erre a szobára emlékszem. És az itt a balórának a... Aha, let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Igen, most meg... Press the blue button on the elevated keypad to your left. Mindig közbevág a szamba. Szóval ez itt Ballorának úgymond a stage-e, úgymond a fellépő helye. Ez itt pedig a Funtime Foxy-nak a fellépő helye, ugye? És most ugye meg kell néznem, hogy balóra működik-e. Először meg kell világítanom úgymond a színpadot. De amint látjuk, nincs ott. Uh-oh. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Aha, és most meg... Access denied. Wow, bocsánat, nem akartam bemenni, elnézést. Ja, szóval. Akkor most meg kell úgymond sokkolnom árammal. És most meg kell néznem az áram, megint a világítással, és ott van, ott vannak! Júj! Ott táncol! Na, ő jól van, ő készen áll! És akkor most átjön Funtime Foxyhoz. Ott vannak székek, meg ajándékok, meg minden van!
Igen, az eredeti játékban is így van egyébként, szóval ez nem ilyen kitalált, tehát az eredeti Sister Location-ben is ez van, hogy először próbálgatni kell ezt az aminotronikot, majd utána elromlanak, és akkor be kell mennem hozzájuk, és akkor van gáz. És Foxy nincs ott a, nincs a stage-en. Sőt, is meg kell sokkolnom. Yes! És akkor most meg kell megpróbálnom. Hoppá, ő még nem jött elő egy sokkolásra. És akkor most megint, megint meg kell sokkolnom, sokkoljuk meg! Hú! És most ott van, már látom. Ott van! Nice! Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Great. Oh, itt a térkép. In front of you is another vent shaft. Crawl through it. Ah, én most ott vagyok. Circus gallery control module. Ja, és most tovább kell mennem Babyhez. De előbb hadd nézzek már körül. Nézzétek ezeket a balórás kis plüssöket. És az az óra, vagy igen, az egy óra. Elég durva. Wow. Az Ennardnak a feje? Ha jól tudom, igen. Nem lehet vele csinálni semmit. Space-el nem. Na jó van, akkor menjünk tovább. Menjünk tovább Babyhez. Én mennék, de mi az Isten? Miért megyek ilyen... Be vagyok szorulva, vagy nem tudom. Túl dagadt vagyok, Péter, nem kellett volna ennyit tenned. Na jó van, elindultam, csak beférek. Tám be, ha beszorulok, akkor örökre itt maradok. Hú, megyek. De milyen lassan közlekedek egyébként. Mondjuk, Péter, mondjuk is te, hogy közlek... Motion trigger. Circus gallery vent. Wow. Motion trigger, mozgásérzékelő bekapcsolt, az én vagyok, nem? Tényleg dagadt vagyok. Még a mozgásérzékelőt is bekapcsoltam. És itt vagyok a... On the other side of the glass is Circus Baby. Sose tudod meg. Let's check the light and see what Baby is up to. Itt vagyok Babynél. Aha, és most meg kell nézni ilyen Babyt. Aha. Nézzük meg akkor Babyt. Ó, mennyi Baby plüss! Én is akarok ilyet! Ja Istenem, akarok egy Baby plüst, annyira jó. Kollekciómba. És nincs ott. Looks like a few of the lights are out, but we can fix that later. Let's encourage Baby to cheer up with a control shot. És akkor őt is meg kell sokkolnom. Ó, bocsi Baby! És akkor most megnézem, hogy ott van-e. Hát nincs ott. Let's try another control shot. Akkor még egyszer kontroll sokkoljuk. Ó, ott látok egy szemet! Oh, hello Baby! Great job, Circus Baby. We knew we could count on you. That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed. Elég félelmetes, hogy please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Ja, most el kell hagynom a helyet. Nem lehet itt kattingatni. Még egyszer meg akarom világítani. Nem tudom többször világítani. Jó van, akkor... Wow! Wow! Szóval jó van, akkor megyünk. De ott dagadt vagyok, nem hiszem el. Most miért kell visszamennem? Most megnéztem minden animatronikot, hogy működik. Igen, és megnéztem. És minden rendben van. Motion trigger. Circus gallery vent. Wow! Ott ment valaki! Ah! Ott ment valaki! Ott valakinek nagy talpa volt! Freddy? Daddy, you let the other children go see her. Why won't you let me go? Papa, más kislány is... Welcome back for another night of intellectual stimulation. Emiatt a csávó miatt nem tudok beszélni a videóba. És most itt a második éjszaka úgymond, a játékban ez lenne a második éjszaka. Egyébként a kisgyerek azt mondta, hogy apa, én miért nem mehetek oda hozzá, más kisgyerek is oda megy. Gondolom a Babyhez. Jól van, ez itt a második éjszaka, nem tudom a demo meddig tart. Azt tudom, hogy most már lesznek problémák. Nem csináltam semmit, access denied, ennyi. Na, szóval, megint lemegyek. És ugye az eredeti játékban, a Sister Location-ben ugye... Jó, hogy mit csinálok? Hát állok a liftbe, már a liftbe se lehetett nyugodtan, vagy mi az Isten? Egyébként nagyon jól néz ki a játék, nagyon tetszik. Nem csinálok semmit! Ugrálok! Szig! De jól néz ki. Na, szóval, megérkeztem. Tehát nagyon tetszik a játék. Látszik ez az Unreal Engine amúgy tök jó. Tehát nagyon jól meg lehet vele csinálni a játékokat, gondolom nagyon sok meló van benne. Viszont én tökre örülnék egy ilyen Sister Location-nek. De tényleg, én tökre örülnék neki. Wow. És megérkeztem. The elevator stopped. You know the routine. Igen. Get out now or whatever. Jó. Oké, de mindig belevágsz a szavamba.
Jó, akkor menjünk. Na, szóval, második éjszaka. Vagy második napom a melóba, és még dagadtabb vagyok, mert most... So, funny story. A dead body was found in this vent once. Wow. Okay, so, not that funny, but it's a story. Most éppen azt mesélte el, hogy ebben a szellőző nyílásban egyszer találtak egy halott holttestet. Hát ez nagyon vicces történet. Kicsit vicces, de azért mégsem annyira vicces. Legalábbis nekem nem. Mert ha én dagad vagyok, ide meghalok, akkor... Úgyhogy nem akarok meghalni. Én még sokat akarok enni. Főleg, hogy ilyen lassan megyek. Danger. Hello, szia! Na, lássuk, hogy most mi lesz a feladat. Okay, let's start with your nightly chores. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but... whatever. Ja igen, és most megint meg kell néznem Ballorát, hogy működik-e. De megint nincs ott, megint nincsen a színpadon. Huh. Hát most azt mondja, hogy valami probléma adódott ugye az animatronikok hang... Hallom a hangot, hallom az elét. Szóval most valami probléma történt az animatronikoknak a hangzásával. Így most nekem azt meg kell javítanom, közben hallom Ballorának a dallamát. Éppen nem, egyszerűen nem bírok bemenni. Igen. Szóval innentől kezdődnek a problémák az eredeti játékban is, ugye, hogy a animatronikoknak ilyen problémájuk lesz. És azt hiszem, hogy most már gáz lesz. Erre is lehet menni? Mi az Isten ez? Bemerjek erre menni? Oh, circus baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage baby to come out of hiding with a... Hallok valamit! Jó, sokkoljuk meg! Aha. Lépteket hallottam. Let's try another controlled shot. Még egyet? Jó. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate baby. Please stand by while I reboot the system. Aha. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and... Igen, most azt mondja, hogy újra kell indítani az egész rendszert. Újra kell indítani az egész rendszert, és most kinyílnak az ajtók, ugye az animatronikok ki tudnak jönni. És most problémám le... Wow! Wow! Hello! It's been so long. She's still down there, though. Alone. But you can't stay here. You need to go to the Biddy Bab Gallery. Survive in there until you're alive. Then return back here. If you don't return on time, you will die. Now go. Hova menjek? Holy hell! Akkor most menjek innen ki? Jó, oké, rohadtul megijedtem. Jó, akkor megyek vissza. Mondjuk az eredetiben nem ezt kell csinálni, de mindegy. Most már ezt csinálom, gondolom, meg lett változtatva. Vagy egy olyan rész, hogy most már problémák lesznek, srácok? Ez Golden Freddy volt? Nem, Fred Beer. Ó, igen, az én dagadt testem az. Motion trigger. Azt hiszem megtaláltam az utat. Azt hiszem megtaláltam, igen, ez nem volt nyitva. Jól van, oké. Okay. Ó! Oh! Wow! Wow, 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 wow! Holy hell! Hello! Holy! Oh my god! Access denied. Mi a franc van? Hol vagyok? Hello! Oké. Okay. Nagyon jól nézel ki, de most nem tudom mi van. Oh, Jesus, ott jön valaki! Oh. Oh, ezt nem szeretem! Ezt nem szeretem! Hello! Hol a francba vagyok? Nem, 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 ez nem jó. Ez nem adja. Ez nem adja. Ez nem tetszik. Ne beszélj, nem, nem akarok hallani. Oh God! Ne! Ja, most vissza kell jönnöm ide középre. Oké, okay, oda bementem. Nyilván csak, hogy meg lehetett nézni, hogy most ezt így oldották meg. Rendben, szóval most vissza kell jönnöm, és amikor most Ballorához kell bemennem, ugye, hogy visszakapcsoljon manuálisan az áramszolgáltatást ugye a laboratóriumba. De elég durva, mert ott semmit nem csináltam, tehát nem kellett semmit megnyomnom, csak úgy
mentem össze-vissza. Ha most minden igaz, akkor... Ha nem lennék ilyen dagadt, akkor... You will now be required to crawl through the Ballora. Igen, most betok menni Ballorához. To your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and ennek nem fog körülni. Sötét lesz oda bent, és csak a hangot hallom, hogy merre közlekedik, és ha belém jön, akkor jumpscare-t kapok. Jól van. Oké, akkor let's go. És odáig kéne eljutnom. Húha. Látlak? Wow. Félek. Ó, bent vagy... Mi ez? An array process has crashed. What the hell? Ne! Report! Bementem! Becrashelt az Unreal Engine 4-es. Ó, pedig annyira élveztem ezt a játékot. A francba annyira duró. Nagyon tetszett. Srácok, szerintem igazából ennyi lett volna a demo. Szerintem ez nem crash, tehát ez nem véletlenül történt, hanem szerintem ennyi a demo. Hát srácok, én nagyon-nagyon-nagyon bírnám, hogyha lenne egy ilyen full sister location-os játék. Nyilván még nagyon sok gond van vele, de szerintem nagyon király. És hát engem én nagyon örülnék, hogy ez ilyen fullra kiászható történet lenne. És lehet, hogy nem csak ebből a Five Nights at Freddy's nézből, hanem mondjuk egy háromból is megnéznék, de tuti van, hogyha tudjátok, akkor küldjétek el nekem. Én nagyon élveztem ezt a játékot, remélem nektek is tetszett, bocsánat, hogy nem volt jumpscare. De majd legközelebb. Na, sziasztok, és találkozunk a következő videóban. És köszönöm szépen az ajánlást. Ja, és még valami. Nagyon fontos dolog. Lesz egy meglepetésen nem sokára, majd a webshopba figyeljétek. Sziasztok!